17. A tárgyalás első napjának délutánján két órára a hó elborította a sziget összes útját. Egy autó keringőzött némán korcsolyázva s az átellenes irányba fordulva állt meg, úgy, hogy az egyik fényszórója éppen benézett vegyes vegyesboltjába, amelynek ajtaját a megfelelő pillanatban, csodálatos módon, éppen kinyitotta valaki, így nem sérült meg sem a kocsi, sem a bolt. Az Emiti Harbori Elemi Iskola mögött egy hét éves kislány éppen lehajolt hógolyót gyúrni, amikor beleszaladt egy fiú, aki egy kartondobozra hasalva csúszott lefelé a domboldalról. A kislány eltörte a jobb karját, zöld gaj törése lett. Az igazgató, Erik Carlsen takaróba burkolta és leültette egy fűtőtest mellé, majd kiment, hogy beindítsa az autóját. Azután óvatosan kibámulva a félholdakon, amelyeket az ablaktörlők nyitottak az eljegesedett szélvédőn, levitte a gyereket a First hírről a városba. A Milran Ródon, a Skiff Pointi Mrs. Larsen árokba fordult a férje deszotójával. Arnie Stulbad túlságosan megrakta fafűtéses kájháját, aminek kéménytűz lett az eredménye. A szomszédok kihívták az önkéntes tűzoltókat, de a szivattyús kocsi vezetője, Edgar Paulsen elakadt az indiánknop hillen, és meg kellett állnia, hogy föltegye a hóláncokat. Közben Arnis Szalbád kémény tüze kialudt, amikor a tűzoltók végre felbukkantak, örömmel közelte velük, milyen szépen kiégett a kéményből a kreozot. Háromkor öt iskolabusz hagyta el Emiti Harbort, ablaktörlőik a jeget karistolták a szélvédőn, fényszóróikjukat jukat fúrtak a hószakadásba. A hazafelé tartó gimnazisták hógolyóval dobálták meg őket, a déli partra tartó busz lecsúszott az útpatkáról éppen izdan centeren túl. Az iskolások kiszálltak és gyalogmentek haza a hóviharban, Johnny Katayama, a buszvezető hátulról terelgette őket. Amikor valamelyik hazaért, Johnny adott neki egy fél borsmentás rágugumit. Aznap délután egy szánkózó fiú eltörte a bokáját, amikor neki ment egy szédrus fatörzsének. Nem volt túl nagy gyakorlata a kanyarodásban, a fatörzs pedig hirtelen bukkant elő. Fölkapta a lábát, hogy kivédje az ütközést. Egy nyugdíjas fogorvos az öreg kábledoki nagyot esett, amikor ment a fáj szín felé. Amikor földet ért, elmozdulhatott a farokcsontja, így kábledoki fölszi szent és magzati pózba gömbölyödött a hóban. Egy idő múlva kiegyenesedett, bevánszorgott, összeharapott fogakkal közölte feleségével, hogy megsérült. Szara egy forróvizes palaszk társaságában lefektette a szofára, ahol a doki bevett két aspirint és elaludt. Két tizenéves hógolyódobó dobó versenyt tartott a Port Jefferson harbori Először egy horgonyzó kellett eltalálni, azután a szomszéd egyik cölöpét. Az egyik tizenéves Dan Daniel Zick Scott nevű fia három lépés nekifutott, elhajította a hógolyót a tenger felé, azután fejjel zuhant a sós vízbe. Másodperceken belül kint is volt belőle, gőzölgő ruhákkal. Miközben hazanyargalt a hószakadásban, a haja jeges tincsekbe fagyott. San Piedro polgárai megrohanták Peterzent és natakarították a polcokról a konzerveket. Csizmáikon olyan sok havat hordtak be a boltba, hogy az egyik segéd, Örkamp, egész délután ott át egy felmosófával meg egy rongyal, és utánuk takarított. Einar Petelzel levett doboz sót a polcról, és az ajtó elé szórta a tartalmát, ennek ellenére két vevő is elcsúszott. Einar úgy döntött, ingyen kávét szolgál föl vevőinek, és megkérte egyik pénztárosát, Jessica Portert, egy nyájas külsejű 22 éves lányt, hogy álljon oda felszolgálni egy összehajtható asztalhoz. A fiskféle vasáruházban San Pedro polgárai hólapátokat, gyertyákat, petróleumot, gyufát, bélelt kesztyűt és lámpába voló elemeket vásároltak. A Torgerzon testvérek délután háromra eladták a holland készletüket, csak úgy, mint a jégvakarók és a fagyállók zömét. Tom frissen festett két tonnás vontatójával kocsikat szabadított ki az árokból, Dév közben benzint, akkumulátort, motorolajat árusított, és azt tanácsolta a vevőinek, menjenek haza, és maradjanak otthon. Tucatnyi sziget lakó át oda hallgatni, miközben dév benzin töltött nekik, vagy föltette a hóláncot, és komor jóslatokat ereszett meg az időjárásról. Háromnapos hófúvás, mondta. Jobb, ha felkészülnek rá emberek. Háromra a cédrusok ágait lehúzta a hó. Amikor a szél átfújt közöttük, húzápot zúdítottak a földre. A San Piedrói eperföldek fehérmezők lettek, olyan érintetlenek és makulátlanok, mint a sivatag. Az élőlények hangja nem annyira eltompult, inkább abba maradt, még a sirályok is elhallgattak. Helyettük szólt a szél, a pátra csapó hullám és a visszahúzódó víz. San Piedróra rátelepedett a rossz kedv valami görcsös előérzett kíséretében. Ki tudhatja, mi történhet most, hogy a decemberi hóviharok elkezdődtek. A sziget lakók házait hamarosan belepheti a hó, csak a parti meredek teteje és a nagyobb házak emeletei állnak majd ki belőle. A villamos hálózat tönkre mehet, ha erősebben fúj a szél, és itt maradnak sötétségben. Lehet, hogy nem tudják majd lehúzni a vécét, a kútszivattyúk talán nem szippantanak föl vizet, a kájhák és a lámpák mellé kell majd húzódniuk. Másrészt a hóvihar hozhat soron kívüli boldog téli szünidőt. Az iskolák becsuknak, az utakat lezárják, senki sem megy dolgozni. A családok későn, de hatalmasan reggeliznek, Azután fölhúzzák a téli ancúgot, és abban a tudatban mennek ki a szabadba, hogy meleg, barátságos házba jöhetnek vissza. A kéményekből füst gomolyog, alkonyatkor kigyulladnak a fények. Dülöngélő hóemberek állnak ört az udvarokban. Amíg van elég ennivaló, nincs miért aggódni. Mégis a régi lakók tudták, hogy nem ők döntik el, mi lesz a vége a viharnak. Ez is lehet olyan, mint a régiek, amelyek szenvedést hoztak, sőt öltek is, de az is lehet, hogy elül az esti csillagok alatt hólepte örömet hozva a gyermekeknek. Ki tudja? Ki mondhatja meg előre? Ha katasztrófa lesz, hát legyen, mondták magukban. Semmit sem tehetnek, csak amit eddig tettek. A többi, mint a sós víz körülöttük, amely könnyedén rendíthetetlenül nyelte el a havat, már nem rajtuk múlik. Amikor vége lett a délutáni szünetnek, Alvin Hooks ismét Art Moran szólította. A sheriff két és fél órára elhagyta a tárgyalótermet, hogy kapcsolatba lépjen az önkéntes tűzoltókkal, fölhívja önkéntes rendőreit, akikre baj idején számíthatott. Általában annyi volt a feladatuk, hogy föntartották a rendet az Eper és más nyilvános alkalmakkor, most viszont felosztották a szigetet, a szerint hol laktak, hol volt a boltjuk, és segítették azokat, akik elakadtak az úton. Art aznap másodszor feszengett a tanúk emelvényén. Most inkább a hóvihar aggasztotta. Belátta, hogy Alvinnak szüksége van az ügyben az ő másodszori megjelenésére, de nem örült neki. A 15 perces szünetben egy darab zsírpapírból megevett Alvin irodájában egy szendvicset, míg az asztal szélén egy alma várta. Hux emlékeztette, hogy módszeresen mondja el a történetet, a legapróbb részetekre is figyeljen, azokra is, amelyeket esetleg lényegtelennek tart. Most, miután megigazította a nyakkendőjét és ellenőrizte a szája szélét, hogy morzsás legyen, Art türelmetlenül várakozott a tanúk emelvényén, miközben Alvin arra kérte a bírót, hogy fogadjon el négy kötelet bizonyítéknak. Moran serif! szólalt meg végül Hux. Négy kötelet tartok a kezemben, azt a fajtát, amelyet a halászok kikötésnél használnak. Megkérhetem, hogy megvizsgálja őket? Art a kezébe fogta a köteleket, és látványosan megvizsgálta őket. Rendben, mondta egy perc múlva. Megismeri őket? Igen, megismerem. Ezekre a kötelekre hivatkozott a jelentésében, Morán Sheriff? Ez ugyanaz a négy, amely a jelentésben szerepel? Igen, azok. Ezek ugyanazok, amelyekről írtam a jelentésemben, Mr. Hooks. Ezek azok? Az esküdtek elfogadták a köteleket bizonyítéknak, és ez Sams mindegyikre cédulát tett. Alvin Hooks visszaadta őket Artnak, és megkérte, mondja el, hol találta őket. Szóval, kezdte a serif. Ez itt az a jelzésű a gyanúsított hajójáról származott. A baloldali kötélbakról, hogy pontos legyek, a tattól számított harmadik kötélbakról való. Azonos a többi kikötőkötéllel, látja? Mind azonos, kivéve azt, amelyik a tattól számított második baloldali kötélbakról való. Ez itt a B jelzésű, ez új, Mr. Hooks, a többi pedig használt. Valamennyi háromfonatos manila kötél, amelynek egyik végén szorító hurok van, azok is elég nyűdtek, kivéve ezt az egyet. Ez vadonatúj volt, ezen is ott a szorítóhurok. Na és a másik kettő? kérdezte Alvin Hooks. Azokat hol talált a serif? Kár helyne hajóján, Mr. Hooks, ez itt a céljelzésű. A serif odamutatta a kötelet az esküdteknek. Pontosan olyan, mint amilyeneket Mr. Heine az elhunyt hajóján találtam. Ez itt egy háromfonatú manila kötél újszerű állapotban, egy különleges csomóval a végén, ezt kézzel kötötték Mr. Hooks, amint eszköz is volt volt Karl nek Valamennyinek a végére sima hurkot kötött, nem szorító hurkot. Na és a negyedik kötél, nógatta Alvin Hooks. Az hol talált a serif? Ezt is Karhelyne hajóján találtam, de nem volt azonos a többiekkel. A jobb oldalon leltem a tattól számított második kötélbakon. Sajátos módon azokkal a kötelekkel azonos, amelyeket a gyanúsított hajóján találtam. Meglehetősen elnyűtt és éppen olyan szorító hurok van rajta, mint amilyet az előbb mutattam, mint a gyanúsított valamennyi kikötőkötelén. Nagyon hasonlít rájuk, világos, hogy ugyanabból a készletből származik. Ugyanolyan megviselt, mint azok. Ez a kötél olyan, mint a gyanúsított hajójának többi kötele? Pontosan. De maga az elhunyt hajóján találta? Igen. A jobb oldalon a tattól számított második kötélbakon? Igen és a gyanúsított hajóján, jól értem? Új kötél volt a jobb oldalon, ugyancsak a tattól számított második kötélbakon? Igen, Mr. Hooks, ott új kötelet találtam. Sheriff, folytatta Alvin Hooks. Ha a gyanúsított kikötött helyne hajója mellett, akkor a kérdéses két kötélbakot használták erre a manőverre? Azt lefogadhatja és ha ő, mi a Miyamoto, sietve vált el az elhunyt hajójától, akkor az egyik kötelét ott hagyhatta azon a második kötélbakon. Értem, bólintott Alvin Hux. A maga véleménye szerint egy kötelet maga mögött hagyott, a helyre pedig újat tett, az ön jobb kezében levő, bélyelzésű kötelet, amikor visszatért a kikötőbe. Így igaz, felelte Artmoran. Pontosan! Kikötött kar hajója mellett, azután ott hagyta az egyik kötelét. Nekem ez így elég világos. Na de, serif! mondta Alvin Hooks. Egyáltalán miért kezdett maga nyomozni a gyanúsított után? Miből gondolta, hogy körül kell néznie a hajóján, és miért tűnt föl magának egy új kikötőkötél? Mint Art kifejtette... Karl Heine halálának kivizsgálása magától értetődően vezetett odáig, hogy kérdéseket tegyen föl a rokonainak. Meglátogatta ezt a helynét, mondta, és elmagyarázza neki, hogy még amennyiben halászbalesetről van is szó, neki hivatalból akkor is nyomoznia kell. Van Karlnak ellensége? Etta után a nyomok világosan vezettek tovább Ole Jürgenzenhez, onnan pedig Leffielding bíró irodájába, mert Artnak házkutatási parancsra volt szüksége. Az volt a szándéka, hogy átkutatja Kabuo Miyamoto hajóját, az Izlandert, még mielőtt kihajózna éjszakai lazac halászatra. 18. A kopogtatásra ez Szomsz törvényszolgány nyitott ajtót, amikor Art 16-án délután 5 óra után 5 perccel meglátogatta Lev Fieldinget. A törvényszolga kabátot viselt, kezében uzsonnás dobozát tartotta, éppen elmenőben volt, magyarázta, a bíró még az íróasztalánál dolgozik. Kárhely, nem miatt jött? kérdezte Ed. Gondolom, hallotta. Válaszolta a serif. De nem miatta vagyok itt. És ha lemegy a kávézóba, és ilyeneket mond, akkor tudja mit, tévedni fog, Ed. Nem szokásom, felelte a törvényszolga. Mások talán igen, de én nem. Hát persze, hogy nem, bólintott Artmoran. A törvényszolga kopogtatott a bíró ajtaján, azután kinyitotta és bejelentette, hogy a serif jött bizalmas ügyben. Jól van, felelte a bíró. Engedje be! Ed kinyitotta az ajtót Art Morannak és félre hogy a serif bemehessen. Jó éjszakát, bíró úr, mondta. Viszont látásra holnap reggel? Jó éjszakát, Ed, mondta a bíró. Bezárna, amikor kifelé megy? A serif az utolsó ügyfél. Megteszem, biccentett ez szomsz, és becsukta az ajtót. A serif leült, kényelmesen elhelyezkedett. A kalapját a földre ejtette. A bíró türelmesen várt, amíg meghallotta a zár kattanását. Ekkor nézett először a serifre. Karl Heine, mondta. Karl Heine, ismételte a sheriff. Lev Fielding letette a tollát. Gyermekei felesége van. Tudom, felelte Art. Délelőtt magam mentem el, és értesítettem Susan Mérit. Krisztusom, tette hozzá keserűen. Lev Fielding bólintott. Rossz kedvűen könyökölt az asztalon, és a kezébe támasztotta az állát. Szokása szerint most is úgy festett, mint aki rögtön elalszik, olyan szeme volt, akár egy borzebnek. Az szaráncos, homlokaredős, ezüstös szemöldöke vastag csomókban nőtt. Art még emlékezett rá, amikor a bíró fürgébb volt, emlékezett arra, amikor még patkót haigált az eperfesztiválon. A bíró nadrágtartósan, felgyűrt ingújjal, amint hunyorogva előre görnyed. Hogy van? kérdezte. Susan méri? Nem jól, válaszolta Art Moran. Le Fielding ránézett és várt. Art fölvette a kalapját, az ölébe tette, és a karimáját babrálta. Azért jöttem, hogy írjon alá nekem egy házkutatási parancsot. Át akarom kutatni Kabó Miyamoto hajóját, talán a házát is, ebben még nem vagyok biztos. Kabó mi a motójét, tűnődött a bíró. Mit keres? Hát, kezdte a serif, és előredőlt. Csak gyanúim vannak, Összesen öt. Először beszéltem az emberekkel, akik azt mondták, hogy mi a motó múlt éjjel, amikor az eset történt, ugyanazokon a vizeken dolgozott, mint karl. Másodszor találkoztam ett a helynével, aki azt mondta, hogy Miyamoto és a Fia Régről ellenségek nem egyeznek valami régi telekügyben. Harmadszor találtam a kötélbakra csavarva egy darab kikötőkötelet, amelyet valaki ott hagyott kar hajóján. Úgy tűnik, mintha a két hajó össze lett volna kötve, és én szeretnék egy pillantást vetni Miyamoto kikötőköteleire. Negyedszer Ole Jurgensen azt állította, hogy Karl és Miyamoto egyaránt meglátogatta, hogy megvegyék a birtokát, amelyet Ole Karnak adott el. Ole szerint Miyamoto dühösen távozott. Azt mondta, beszélni fog Karlal. Hát talán meg is tette. A tengeren. És a dolgok elfajultak. És mi az ötödik? kérdezte Lev Fielding. Ötödik? Azt mondta, öt oka van a gyanúra, négyet hallottam, mi az ötödik? Ó, bólintott Artmoran. moran. Horász csinált egy meglehetősen alapos boncolást. Van egy csúnyasebb kar halántékán, és valami érdekeset mondott, ami eléggé illik ahhoz, amit Ole mesélt. Mellesnek ett a közléseihez is. Azt mondta, a háború alatt látott ilyen sérüléseket. Szerinte a japcsik csináltak ilyet puskatussal. Azt mondta, gyerekkoruk óta tanították őket bottal küzdeni. Kendón tanították, ahogy Horász hívta. Egy ilyen kendó ütés hitem szerint olyan sebet hagy, amilyen karfején van. Akkor nem csináltam belőle ügyet. Még akkor se gondoltam rá, amikor az egyik pacák azt mondta, hogy Miyamoto a múlt éjjel hajózó csatorna zátonyánál járt, ugyanott, ahol Karl. Akkor eszembe sem jutott. Délután már igen, amikor Etta elmesélte, milyen zűrjei voltak Miyamotoval, és még inkább gondoltam rá, miután Ole Jurgenzen is előadta a magájét. Bíró úr, úgy döntöttem, jobb lesz, ha követem ezt a nyomot, és átkutatom mi a motó hajóját. Biztos, ami biztos. Megnézem, milyen nyomok vannak rajta, már ha vannak. Lev Fielding megfogta az orra hegyét. Hát, nem tudom, Art, válaszolta. Először is, Horásznak az a nem hivatalos nyilatkozata, hogy Karl Heine fejsérülése véletlenül hasonlít azokra a sebekre, amelyeket a japán katonák okoztak, ez csak ugyan mi a motóra utal? Meg, hogy maga beszélt ett a helynével, hát ebben nem akarok mélyebben belemenni, de én nem bízom abban az asszonyban. Tele van gyűlölettel art, nem bízom benne. Továbbá legalább ötven halász játkint a ködben tegnap éjjel, már pedig mindegyik hajlamos a kötözködésre, ha úgy véli, hogy a másik elébe vág a halpadnál. Azután olaj Jurgenzen. Elismerem, ő érdekes. Elismerem, érdemes végig gondolni, amit Ole mond, de bíró úr, vágott közbe art moran. Mondhatok valamit? Ha túl sokat gondolkodik rajta, akkor végképp elveszítjük az esélyünket. A hajók nem sokára kifutnak. A bíró az órájára pillantott. Öt, húsz, mondta. Igaza van. Van egy írásbeli nyilatkozatom, nógatta a serif, és már húzta is elő az inge zsebéből. Csak úgy összecsaptam, de azért jó, bíró úr. Minden benne van világosan, egyszerűen. Kizárólag csak a halálos fegyvert keresem, hát ha van esély, hogy megtaláljuk. Hát, válaszolta Lev Fielding, Gondolom, nem lehet belőle baj, ha megfelelően csinálja art. Közelebb hajolt a serifhez. Csak még ez az egy, az alakiság kedvért. Megesküszik, hogy a nyilatkozatban foglalt tények megfelelnek a valóságnak, Isten úgy segélje? Megesküszik? A serif megesküdött. Jól van. Hozott házkutatási parancsot? Artmoran előhúzott egyet az ingemásik másik zsebéből, a bíró hajtogatta az asztali lámpa alatt, és elővette töltő tollát. Aláírom, mondta. Beleegyezem, hogy átkutassa a hajót, de mi a házát nem. Szükségtelen zaklatni a feleségét és a gyerekeit, nem hiszem, hogy ennyire kellene sietni. És ne felejtse el, hogy ez korlátozott engedély. A gyilkos fegyvert keresse, Art semmi mást. Nem engedem, hogy beletiporjon ennek az embernek a magánéletébe. Rendben, bólintott Art Moran. A gyilkos fegyver. Ha semmit nem talál a hajón, jöjjön vissza reggel. Akkor beszélünk a házról. Rendben, felelte Art Moran. Köszönöm. Ezután megkérdezte, használhatja-e a telefont. Fölhívta a saját irodáját, és Eleanor Dogszal beszélt: Éből jöjjön a dokkokhoz, ott találkozunk mondta és azt üzenem hozzon magával elemlámpát! A szantpiedrói halászok 1954-ben hajlamosak voltak rá, hogy olyan jelekre és előjelekre is figyeljenek, amelyeket mások nem vettek figyelembe. Nekik az okozat hálója egyszerre volt láthatatlan és mindenütt jelenlevő, ezért fogott az ember az egyik éjszaka lazacot, a másikon meg csak hínárt. Mert egy dolog a dagály, az áramlatok meg a szelek, és más dolog a szerencse hatalma. Egy halász a hajója fedélzetén kinemelt olyan szavakat, mint ló, disznó vagy sertés, mert ha ilyet cselekszik, rossz időt hoz a saját fejére, vagy kötél csavarodik a propellerére. Ha fordítva teszi le a raktárfedelet, délnyugati vihart okoz, fekete bőrönd a fedélzeten elgörbült felszerelést és összecsavarodott hálót eredményez. Aki bántja a sirályokat, azt kockáztatja, hogy magára vonja a hajó szellemeinek haragját, a sirályokban ugyanis azoknak a szellemei lakoznak, akik baleset során vesztek a tengerbe. Az esernyő épp úgy bal szerencsét hoz, mint a törött tükör vagy az ajándék olló. Elszényes kerítőhálóval halászó hajón csak egy zöld képes hálókupacon ülve körmöt vágni, szappantatásának odaadni vagy mosdókajlóba belejteni, illetve gyümölcskonzerves doboz alját levágni. Mindezeknek sikertelen halászat és rossz idő lesz az eredménye. Kabuo Miyamoto miközben azon az estén az izlanderbe való akkumulátort cipelve tartotta hajója felé a déli dogban, látta, hogy egy falkasirály ül a hálócsörlőn, a merevítőrudakon és a fülketetején. Amikor a fedélzetre lépett, első látásra úgy 30-40 madár vágódott az égnek nagy száncsattogással, de többen voltak, mint képzelte. Fél száz sirály robbant a magasba az Izlander fedélzetéről. Oda fent fél tucatszor körbe repülték az egész zokkot, majd letelepettek a hullámokra. Kabúó szíve vadul vert. Nem különösebben hitt az előjelekben, másrészt viszont még sosem látott ilyesmit. Bement, fölemelte az akkumulátor tartó fedelét helyére tette az új akkumulátort, rácsavarozta a kábelsarukat, majd végül beindította a motort. Egy darabig járatta, azután bekapcsolta az egyes szivattyút, hogy használni tudja a fedélzeti locsolócsövet. A raktár fedél mellett állva kimosta a madárpiszkot a lefolyó nyílásokon. A sirályok megzavarták, hínosan érezte magát tőlük. Látta, hogy a többi hajó indulófélben van, elhagyják Emiti Harbor bójáit útban a lazacok felé. Órájára nézett, már 5.40. Arra gondolt, hogy ma éjszaka a hajózó csatornánál próbál szerencsét, a legjobb fogásokat Elliot Hednél szokták kiemelni. Amikor fölpillantott, tőle három méterre a irányában magányos sirály ücsörgött szemtelenül a baloldali hajókorláton gyöngyszürke volt, fehér szárnyú, széles, dagadó begyű, fiatal hering sirály, és mintha egyenesen őt figyelte volna. Kabú óvatosan a háta mögé nyúlt, és teljes erőre állította a szivattyút. A víz erősebben verte a fedélzetet, és visszacsapódott róla a tat irányába. Kabú egy darabig a szemes arkából figyelte a madarat, majd sebesen áthelyezte balra a súlypontját, és rászögezte a tömlőt a sirályra. A vízsugára begyén találta a meghökkent madarat, és miközben vergődve próbált szabadulni az erős vízsugárból, a feje neki csapódott a szomszédos kikötőhelyen horgonyzó Chanel Star palánkjának. Kabu a tömlővel a kezében bámulta a döglődő sirályt a baloldali korlát mellől, amikor Art Moran és Abel Martinson elemlámpával a kezében felbukkant a hajója mellett. A serif kétszer elhúzta a kezét a torka előtt. Állítsa le a motort! Kiáltotta. Miért? Kérdezte a motó. Házkutatási parancsom van, felelte a serif, és elővette a papírt az inge zsebéből. Ma este átkutatjuk a hajóját. Kabuó pistogott egyet, azután megkeményedett az arca. Visszavette a motorfordulat számát, és egyenesen a serif szemébe nézett. Meddig fog tartani? kérdezte. Fogalmam sincs, válaszolta a serif. Eltarthat egy darabig. Tulajdonképpen mit keresnek? kérdezte Kabuó mutó, Egy gyilkos fegyvert, felelte Art Moran. Úgy gondoljuk, maga a felelős Karl Heine haláláért. Kabú másodszor is pislantott, a tömlőt a fedélzetre dobta. Én nem öltem meg kárt helynét, tiltakozott. Nem én voltam, sheriff. Akkor nem bánja, ha körülnézünk, ugye? kérdezte Art Moran, és a hajó fedélzetére lépett. Megkerülték a kabint éből Martinzonnal, és bementek. Vessen egy pillantást erre! mondta a serif, és átnyújtotta Kabuónak a házkutatási parancsot. Közben mi körülnézünk. Ha nem találunk semmit, már mehet is? Akkor már is mehetek, felelte Kabuó. Mert itt nem találnak semmit. Jó, mondta Art. Most pedig állítsa le a motort. Mindhárman beléptek a kabinba. Kabú lenyomta a kormány melletti gombot, ahogy a motor leállt csönd lett. Tessék, mondta Kabú. Miért nem lazít egy kicsit? kérdezte Art. Üljön le a pricsére! Kabuó leült. Elolvasta a házkutatási parancsot. Figyelte, hogy éből Martinzon serif helyettes átnézi a szelszámos ládáját. Éből minden egyes csavarkulcsot kivett, és megvizsgálta őket az elemlámpa fényében. Végig futtatta a fénykévét az akkumulátorokon és a tartó résein. d 6 mondta. Amikor Kabuó nem válaszolt, ébül a helyére csúsztatta a fedelet, eltette a csavarhúzót, és kikapcsolta az elemlámpáját. Motor a prics alatt? kérdezte. Pontosan! felelte Kabuó. Álljon föl, emelje föl a matracot, utasította Abel. Ha nem haragszik, vetnék rá egy pillantást. Kabuó fölállt, összecsavarta az ágyneműt, kinyitotta a motorhoz vezető csapóajtót. Tessék, mondta. Éből visszakapcsolta az elemlámpát, bedugta a fejét a motorházba. Tiszta, szólalt meg egy idő után. Visszateheti a matracot! Éből Martinsonnal az élen kimentek a hátsó fedélzetre. A serif mindent végigfogdosott, az esőkabátot, gumicsizmát, a parafaúszókat, köteleket, a tömlőt, a mentővet, a söprűt, a vödröket. Komótosan mozgott, mindent fontolóra vett. Gondosan körbejárta a hajót, haladás közben ellenőrizte a kikötőköteleket az összes kötélbakon, Letérdelt, hogy közelről lássa őket. Egy pillanatra letérdelt a horgony mellé, és némán rágódott valamin. Azután elindult a tat felé, a lámpát a nadrágja zsebébe dugta. Látom, nemrég cserélt ki kötőköteleket, mondta Kabu motónak. Az ott, baloldalt, a második kötélbakon. Vadonatúj kötél, igaz? Megvan már egy ideje, Magyarászak a mi A, a serif ránézett. Helyes, bólintott. Hát persze, segíts levenni ezt a fedelet, Éből! Félretolták a nyílást, és lebámultak az üregbe. Megcsapta őket a lazacok szaga. Semmi, mondta Éből. Most hogyan tovább? Ugor csak le oda, noszogatta a serif. Nézz körül egy kicsit! A serif helyettes bebújt a tárlóba. Letérdelt, körbevillantotta a zseblámpáját, és a szemével követte a fénysugarat. Hát én semmit sem látok, mondta. Nincs ott semmi nézni való, jegyezte meg a motó. Csak az időt vesztegetik, a magukét, meg az enyémet. Ki kell mennem halászni. Gyere ki, Szólt le Artmoran. Éből jobbra fordult, megfogta a gádor kávát. Kabó látta, a hosszú nyelű csákját bámulja a jobboldali peremnél a fal mentén. – Ezt nézz! – mondta. Kibújt a haltartóból és megragadta. Erős, méteres nyelű csákja volt a végén szakállas acélhoroggal. Odaadta Artmorannak. – Vér van rajta! mutatta. Halvér, mondta kabú. Ezzel csákjázom a halakat. Hogy kerül a halvér a csákja nyelére? kérdezte Art. Az elmegy, hogy a horog legyen véres, na de a nyél vége? Ahol a keze van? Halvér? Hát persze, bólintott kabú. Az embernek véres lesz a keze, serif. Kérdezze meg bármelyik halász. A serif zsebkendőt húzott elő a far zsebéből, azzal fogta meg a csákját. Elviszem, megvizsgáltatom közölte és átadta éből Martinzonnak. A házkutatási parancs lehetővé teszi nem is tudom, rábeszélhetném-e, hogy mai szaka maradjon itt, de fusson ki, amíg nem szólok. Tudom, hogy ki akar menni halászni, de akkor is esetleg jobb lenne maradni. Menjen haza! Várjon, és majd meglátja. Maradjon otthon, amíg ha nem hal felőlem. Mert máskülönben most rögtön le kell tartóztatnom, és őrizetbe kell vennem. Én nem öltem meg, ismételte Kabuó Miyamoto. És nem engedhetem meg magamnak, hogy ne halásszak. Nem hagyhatom, hogy a hajót tétlenül veszegeljen egy ilyen éjszakán, mint a mostani, és... Akkor le van tartóztatva. Vágott közbe Artmoran. Mert semmiképpen nem engedhetem meg, hogy kimenjen. Fél órán belül Kanadában lehet. Nem lehetek, felelte Kabuó. Halászom, azután hazajövök. Míg én ezt csinálom, maguk meggyőződhetnek róla, hogy a csákjámon halvér van, nem helynéjé. Kimegyek, megfogom a lazacomat, azután reggel találkozunk. A serif megrázta a fejét, az övébe csúsztatta a kezét, és a csat mellé akasztotta a két hüvelykujját. Nem, mondta. Le van tartóztatva. Sajnálom, de nem engedhetjük el. A nyomozás, gondolta a serif, eddig öt órát vett igénybe. Eszébe jutott, hogy Sherlock Holmes. Horász Véli kinevette, mert neki felfordult a gyomra hullától, a lenyúzott fejtől, a csonszilánkoktól kar agyában. Az a szétterített pelenka méri vállán, kesztyűs ujja, amint a templomi süteményre mutat, az a fehér új artmorant kínálgatja, hogy vegyen mentás drazsét. Szétvetett lábszárakkal rogyott le a lépcsőre, a babacucnis üvege a lábujjai mellett hevert. Jól van, art végül csak ugyan Sherlock Holmes játszott, ez a féle játszma. Nemigen számított másra, mint hogy Karl helyne megfulladt. Beleesett a tengerbe, mint annyian előtte, és azért halt meg, mert ilyen a dolgok természete. Artmoran hitt a körülményekben. Az ő szemében a bal szerencse egyszerűen hozzátartozott az élethez. A munkája során látott balszerencsés esetek fájdalmasan és élénken éltek emlékezetében, és mivel olyan sokkal találkozott az évek során, tudta, hogy még több következik, a dolgok így működnek. E tekintetben szigeten élni ugyanolyan, mint másut, időnként rossz dolgok történnek. Most először kezdte hinni, hogy gyilkossági ügy került a kezébe. Számítania kellett volna rá, hogy előbb-utóbb ez is bekövetkezik. Elégedett volt a viselkedésével, profi módon szembenézett vele, épp olyan jól vezette a nyomozást, mint bárki más. Horász Véli most nem gúnyolhatná, hogy Sherlock Holmes játszik. Az is eszébe jutott, hogy Horász minden pökhendisége ellenére igaza volt. Itt volt a japcsi a véres puskatussal, amit a korbonsznok ajánlott a figyelmébe. Itt volt a japcsi, akihez eltéríthetetlenül vezette minden szigetlakó, akivel beszélt. Artmoran belenézett a jakcsi mozdulatlan szemébe, hogy kihüvejezheti belőle az igazságot. De az a kemény tekintet egy büszke, nyugodt arcban, abból semmit sem lehetett kiolvasni. Olyan ember szeme volt, aki elrejti az érzelmeit, olyan emberé, aki rejteget valamit. Le van tartóztatva, ismételte meg Artmoran. Karl Heine halálával kapcsolatban. 19. December 7-én reggel fél kilencre Fielding bíró tárgyaló termét megtöltötték a polgárok, akik hálásak voltak a fűtőtestekből áradó melegért. Nyírkos kabátjukat a ruhatárban hagyták, de a hószagot behozták magukkal a hajukban, nadrágjukon, csizmájukon és pulóverükön. Ez Szomsz ismét erősre kapcsolta a fűtést, ezt azért tette, mert mint a vezető esküt közölte, az esküt szék néhány tagja fázott éjszaka az emiti Harbor szállodában. Aludni se tudtak a fűtőtestek boldogtalan hörgésétől, meg az ablakos zörgető széltől. Az emeleten voltak elrekesztve, és lefekvés előtt, mondta a vezető esküt, azon töprengtek, félbe e a tárgyalás a hóvihar miatt. Legtöbben álmatlanul vacogtak ágyukban, miközben a vihar rászta a szállodát. Ez Szomsz elnézést kért az esküdtektől szállásuk kényelmetlenségeiért, és felhívta figyelmüket az előtér kávés tartájára, amelyből bármikor kiszolgálhatják magukat, a kávé forró a tárgyalás szüneteiben. Akár csak tegnap, most is megmutatta nekik a szekrényt, amelyben 14 kávés a részhorgokon. Megmutatta a cukorszórót és szabadkozott a tejszín hiánya miatt, kifogyott Peterzennél. Remélte, hogy ennek ellenére is megfelel neki a kávé. A vezető esküt közölte, hogy végeztek, így tehát ez szomsz bevezette őket a tárgyalóterembe. A riporterek elfoglalták a helyüket, beoszták a gyanúsítottat, Eleanor Dogs leült a gyorsíró gép mellé. Ez Szomsz mindenkit megkért, hogy álljanak föl, ezután Le Fielding előkerült az irodájából, és úgy baktatott a helyére, mintha egyedül lenne a teremben. Szokása szerint unatkozni látszott. Bal öplére támasztotta a fejét, és Alvin Hooksra nézett. Új napra virrattunk, mondta. Ám ez még mindig az öné, ügyész úr. Használja ki, szólítsa be a tanút. Alvin Hooks fölállt, megköszönte az engedélyt Fielding bírónak. Üde volt és frissen borotvált, elegánsan festett, agyonvattázott válló szers öltönyében. Az állam szólítja dr. Sterling Whitmont, jelentette be. A nézők között felállt egy férfi, akit korábban senki sem látott, átment az alacsony ajtón, fellépett a tanúk emelvényére, ahol ez szomsz megeskedte. Magas, legalább 190 centiméteres ember volt, szemmel láthatóan túl nagy az öltönyéhez képest, jókor a darab kilátszott a kézelőjéből, a zakóráncot vetett a hóna alatt. Doktor Wittmann! szólalt meg Alvin Hooks. Köszönjük, amiért ma reggel megküzdött az elemekkel annak érdekében, hogy tanúskodhasson. Úgy tudom, csupán maroknyi szárazföldi volt olyan bátor, hogy átkeljen a szigetre a 6 óra 25 perces kompal. Így van, uram? Így van, bólintott dr. Wittmann. Hatan voltunk. Izgalmas utazás lehetett a vakító hóviharban, jegyezze meg Alvin Hooks. Így van, ismételte meg Dr. Wittmann. A tanúk emelvényéhez képest is túl nagy volt, mintha egy góját vagy darut raktak volna egy ládába. Dr. Wittmann, kezdte az államügyész, ön az Anakorteszi teszi közkórház hematológus szakorvosa, helyesen mondom, csak ugyanígy van? Helyesen mondja. Mióta dolgozik ott? Hét éve. És ez idő alatt, doktor úr, pontosan milyen természetű és tartalmú munkát végzett? Az elmúlt hat és fél évben hematológusként dolgoztam. Csak is hematológusként. Hematológus, ismételte az államügyész. Mit csinál pontosan egy hematológus? Dr. Wittmann előbb a tarkóját vakarta meg, azután a bőrt, a szemüvege balszára fölött és alatt. A vér kóroktanára és gyógyítására szakosodtam. Felelte. Leginkább vérvizsgálatra és elemzésre. Kezelőorvosokkal konzultálok. Értem, mondta Alvin Hooks. Szóval hat és fél éve az az ön foglalkozása, az, hadd fogalmazzam meg közéthetően, hogy vérvizsgálatokat végez? és ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét elemzi, doktor úr? Ez megfelel így a valóságnak? Dióhéjban, mit Sterling Wittmann? Nagyon jó, folytatta Alvin Hooks. Nos, doktor Wittmann, megalapozottan jellemezhetnénk-e önt úgy, mint a vérvizsgálatok szakértőjét? Hat és fél év tapasztalat után? Kijelenthető-e, hogy bizonyos szakértelmet szerzett példának okáért az emberi vércsoportok meghatározásában? Minden bizonyal, helyesett Sterling Whitman. A vércsoportvizsgálat szabványos eljárás. Bármely hematológusnak szabvány feladat a vércsoport meghatározás. Helyes, mondta Alvin Hooks. Ez év szeptember 16-án este, késő este, ennek a megyének a serifje ugyebár vitt önnek egy halássákját, és arra kérte, hogy vizsgálja meg a rajta talált vérfoltot. Így történt, dr. Wittmann? Igen. Alvin Hooks megpördült, és Ed szomszra nézett. Ed oda nyújtotta neki a csákját. Nos, dr. Wittmann, mondta az ügyész. Megmutatom önnek a 4B jelzés alatt szereplő bizonyítékot átadom önnek, és arra kérem, nézze meg alaposan. Rendben, Vicente Sterling Wittmann. Átvette a csákját, és megvizsgálta. Hosszú nyelű csákja volt, szakállas horoggal a végén, a nyelén szédül a fityegett. Nos, mondta. Megnéztem. Nagyon helyes, nyugtázta Alvin Hooks. Felismeri ezt a csákját, dr. Wittmann? Felismerem. Ez hozta el nekem Moran serif szeptember 16-án. Vérfoltos volt, a serif arra kért, csináljak néhány vizsgálatot. Alvin Hooks fogta a csákját és vetette a bizonyítékok asztalára, hogy az esküdtek jól láthassák. Hazután a papírok közül kiválasztott egy iratgyűjtőt és visszatért a tanúk emelvényéhez. Dr. Wittmann, mondta. Most átadok önnek valamit, amit öt a jelzéssel vettek nyilvántartásba a bizonyítékok között. Megmondaná nekem, hogy fölismerje és tudja -e azonosítani a bíróság előtt? Igen, bólintott Sterling Wittmann. Ez az én vizsgálati jelentésem. Az, amit én írtam, miután Moran Sheriff elhozta a halászcsákját. Nézze meg egy percre, mondta Alvin Hooks. Ugyanolyan állapotban van, mint mikor ön írta? Sterling Whitman átlapozta a jelentést. Igen, bólintott egy pillanat múlva. Úgy tűnik, igen. És fölismeri rajta az aláírását? Igen. Köszönöm, doktor. Alvin Hooks visszavette az iratgyűjtőt. Az állam bemutatja az öt a jelzésű bizonyítékot. Nels Gudmudson megköszörülte a torkát. Nincs ellenvetésem, mondta. Le Fielding elfogadta a bizonyítékot. Ez Szomsz lendületesen pecsétet ütött rá. Ezután Alvin Hooks visszatért Sterling Whitmanhoz. Rendben van, mondta. Nos, doktor Wittmann, visszatérek ahhoz, amit most már 5A nyilvántartási számmal jelzünk, az ön jelentéséhez, amely többek között ezzel a halászságjával foglalkozik. Összefoglalná a bíróságnak az eredményeit? Természetesen, felelte Sterling Wittmann, és feszélyezetten húzogatta egyik kézelőjét. Először is a Moran sheriftől kapott halássák található vér, emberi vér, amely azonnal reagált az emberi antitestekre. Másodszor a vér az a fajta, amelyet mi B-pozitívnak nevezünk Mr. Hooks. Egyértelműen minden nehézség nélkül azonosítottam mikroszkóp alatt. Még valami említésre méltó, kérdezte Alvin Hooks. Van, válaszolta Sterling Whitman. A serif megkért, hogy nézzek utána a kórház nyilvántartásában, milyen vércsoportja van egy ifjabb Karhelyne nevű halásznak. Megtettem. Az adatokat csatoltuk az aktához. Mr. Heinén a háború után számos fizikális vizsgálatot végeztek, és megvan a kórelőzménye. Átnéztem őket, és belevontam a vizsgálatomba. Mr. Heine nevére B pozitív. B pozitív, Ismételte Alvin Hooks. Úgy érti, az elhúnyt vére megegyezik a halásság eltalált vérrel? Igen, felelte Sterling Whitman. Megegyezik. Na de, doktor Whitman, mondta Alvin Hooks. Sok embernek lehet ilyen B-pozitív vére. Teljes biztonsággal állíthatja, hogy ez kell helynéjé? Nem. Válaszolta dr. Wittmann. Ezt nem állíthatom, de hadd tegyem hozzá, hogy a B pozitív viszonylag ritka vércsoport. Statisztikailag ritka. A fehér férfiak maximum 10%-ánál fordul elő. Tíz fehér férfi közül csak egynél, nem többnél? Pontosan. Értem. Bicentet Alvin Hooks. Tízből egy. Pontosan, erősítette meg Sterling Whitman. Alvin Hux átment az esküdtek előtt, és a gyanúsított asszala felé közeledett. Doktor Whitman, szólalt meg ismét. A gyanúsított neve Kabuo Azon gondolkodom, vajon az ő neve előfordul-e az ön jelentésében? Igen. Milyen összefüggésben? kérdezte Alvin Hooks. Nos, a serif megkért, hogy az ő adatainak is nézzek utána. Azt mondta, ha már egyszer ellenőrzöm kar helynéjét, nem hozhatná meg mi a is. Én itt tettem, és meg is vizsgáltam, ahogy a serif kérte. Itt is hozzáférhetőek voltak a szolgálati orvosi adatok. Kabuo Miyamoto-t nulla negatívként osztályozták, Neki nulla negatív a vércsoportja. Nulla negatív? Úgy van, igen. És a vér, a csákján, amit Morav serif elvitt önnek, amelyet a gyanúsított hajójának átkutatásakor talált, az, amelyet a kezében tartott egy pillanattal ezelőtt, az B-pozitív volt, doktor úr? Igen, B-pozitív. Így tehát a csákján levő vér nem a gyanúsítotté? Nem. Nem lazacvér? Nem. Nem hal vagy bármiféle állat vére? Nem. Megegyezik az elhunytéval? Az az ifjabb kar helynéjével? Igen. Olyan vércsoport, amelyet ön ritkaságként jellemzett? Igen. Köszönöm, Doktor Wittmann. Ez minden. Most Nel Gudmudson tápászkodott fel, hogy kérdéseket intézzen Sterling Wittmannhöz. Ennek a második napnak a délelőttjén ő volt az újságírók szórakoztatása, magukban mosolyogtak, valahányszor az ügyvéd a torkát köszörülte, és nehézkesen megpróbált fölállni vagy leülni. Nadrágtartós öregember volt, akinek használhatatlan szemetéveteken vándorolt öregében, nyakán rosszul borotvált lebenyek, Helyek közzel ritkás ezüstborostával tűzzelt, pállott rózsaszín bőnyék lefektek. Ám lehetett Nels Gudmudzon időnként kisé nevetséges, a riporterek mégis elkomolyodtak, amikor elment előttük, és közelről láthatták a halántékán lüktető ereket, és épp szeme mélyén a fényt. Nos, doktor Wittmann, kezdte Nels. Nem haragszik, ha fölteszek néhány kérdést? Sterling Wittmann egyáltalán nem haragudott, ezért jött át San Piedróba. Akkor rendben, bólintott Nez. Ami ezt a halássákját illeti, azt mondja, vért talált rajta? Igen, helyeselt Sterling Whitman. Ezért tanúskodtam. Igen, találtam. Ez a vér, mondta Nez. Pontosan hol találta? fölvette a csákját, odavitte a tanúhoz. Melyik részén, doktor Wittmann? A nyél végén? A horgon? A nyélen, válaszolta az orvos. Ezen a végén, mutatta a horoggal ellentétes végén. Pontosan itt, kérdezte Nelz, és rátette a kezét a szelszámra. Ezen a fanyélen talált vért? Igen, nem szívódod bele? Folytatta a kérdezősködést. A fa nem szívja be a vért, doktor úr? De igen, valamennyi beleszívódott, bólintott Sterling Wittmann. De azért még tudtam mint átvenni. Hogyan? kérdezte Nelz, még mindig a csákjával a kezében. Kaparékból, alvatvérnél ez az eljárás. Értem, mondta Nelz. Pengét használt, doktor úr? Igen. Tárgylemezre kaparta, amelyet aztán a mikroszkóp alá helyezett? Igen. Na és mit látott? Vért és fareszeléket? Igen. Még valamit? Nem. Semmit. Csak vért és fareszeléket? Pontosan. Doktor úr, folytatta Nels Gudmudzon, nem voltak csonszilánkok, hajszálak vagy bőrdarabkák ezen a csákján? Sterling Whitman erélyesen megrázza a fejét. Semmi, felelte. Csak amit említettem, amint tanúsítottam, ahogy leírtam a jelentésemben. Csak vér és fareszelék. Doktor úr, mondta ez. Nem tűnik ez különösnek az ön számára? Ha ezt a csákeját valóban arra használták, hogy fejsérülést okozzanak vele, akkor nem azt várná, hogy erre is talál bizonyítékot? Mondjuk hajszálak formájában, vagy a koponyacsont törmelékében? Esetleg bőrdarabkákében? Olyan dolgokéban, amelyeket általában a fejsérüléssel társítunk, Dr. Wittmann. Mint ami azt bizonyítja, hogy a szóban forgó tárgyat ilyen sérülés okozására használták? Moran Sheriff arra kért meg, hogy végezzek el két vércsoport vizsgálatot, felelte a tanú. Ezt én megtettem. Meghatároztuk, hogy igen, igen, szakította félben ez Gudmudzon. Mint az előzőleg tanúsította. A vér a csák NB pozitívnak bizonyult, ez senki sem vitatja, doktor úr. Én azt szeretném megtudni öntől, mint olyan embertől, aki hat és fél éven át vizsgálta a vért a mikroszkóp alatt, hogy nem számítana-e véren kívül hajra, csontra vagy bőrdarabkára, amennyiben ezt a csákját fejsebb okozására használták? Nem így van, doktor úr? Nem ez látszik észszerűnek? Nem tudom, válaszolta Sterling Whitman. Nem tudja? kérdezte Nelson Gudmudzon. Még mindig a kezében tartotta a csákját, de most letette a tanúk emelvényének karfájára a hematológus elé. Doktor úr! A korbancnok, aki megvizsgálta a szóban forgó elhunytat, ha jól emlékszem, említett a jelentésében egy másodlagos kisebb sérülést a jobb kézen a hüvelykúj és a mutatói között, amely a csukló felé halad. Más szavakkal egy vágás a tenyéren egy közönséges vágás kalhelyne jobb tenyerén. Nem lehetséges az, doktor Wittmann, hogy egy ilyen vágás, ha a kéz ennek a csákjának a nyelére zárul, hogy egy ilyen vágás miatt szívta be a fa az ön által említett B pozitív vért? Lehetséges ez, doktor úr? Lehetséges? Igen, lehetséges. Bólintott Sterling Wittmann. De én erről semmit sem tudok. Nekem az volt a dolgom, hogy elvégezzem a vérvizsgálatokat, amelyekre Moran Sheriff megkért. Ezen a halássák B. pozitív vért találtam. Hogy hogyan került oda, arról fogalmam sincs. Nos hát, szólt Nels Gudmudzon. Nagyon jó, hogy mindezt elmondta, mert amint említette, minden tíz fehér férfiből egynek van B-pozitív vére, igaz? Egy ilyen szigeten ez valószínűleg 200 férfit jelent, ugye doktor úr? Ennyi lehet? Igen, feltételezem. A sziget fehér férfi lakosságának 10%-a ez, és nem lehet magasabb százalék a japán származásúak között? Nem magasabb a B-pozitívak százalék aránya a sziget japán-amerikai lakói között? De igen, olyan 20% körül. De 20%... Köszönöm, doktor úr! Meglehetősen nagy számú lakó férfiról beszélünk, akiknek B pozitív vére van. Három halász, Dél Middleton, Van Scope és Leonard George egybehangzóan tanúsították a bíróság előtt, hogy szeptember 15-e estéjén látták Karl Heine hajóját, a Susan Mérit kivetett hálóval a hajózási csatorna zátonyánál, Továbbá látták a közelben Kabuo Miyamoto hajóját, az Izlandert is, megközelítőleg ugyanabban az időben. Leonard George elmagyarázta, hogy a hajózó csatorna egyike a számos helynek, ahol a szigetiek lazacot szoktak halászni, a keskeny, korlátozott kiterjedésű tengerfenék topográfiája arra kényszeríti az embert, hogy a másiktól látó távolságra halászon, és ha óvatatlanul változtat helyet a őszi ködben, ami izzan begyében gyakori, akkor neki mehet egy hálónak felcsavarhatja a propellerére, amivel már tönkre is tette. Ezért volt, hogy Leonard még a ködben is kivette a Susan Mérit és az Izlandert 8 és fék 9 között a hajózó csatorna zátonyainak közelében. Emlékezett, hogy amint arra szirkált, észrevette a közeledő Izlandert, Azután tíz percek később keresztesse a Susan Mary útját, és látta, hogy Karl Heine éppen leereszi a hátsó csörlő dobról a hálót. Röviden szólva, ugyanazokon a vizeken halásztak, kár kicsit éjszakabbra, lejjebb az áramlatban, ezer méterrel közelebb a hajózó útvonalhoz, amelyről a csatorna és az átonya a nevüket kapták. Nel Gudmudzon megkérdezte Leonard george megszokott dolog-e a halászok között, hogy a tengeren átszállnak egy másik hajóra. Egyáltalán nem, felelte Leonard. Nem sok olyan ok akad, ami miatt megtennék. Talán akkor, ha leáll a motor, és valaki segíteni akar, de csak ezért másmilyen ok nincs. Mondjuk, valaki megsérül, eltörik valamilyen, ilyesmi. Máskülönben senkihez nem megyünk oda. Az ember tegye a dolgát, maradjon magának. Veszekszenek az emberek a tengeren? Kérdezte ez. Hallottam, hogy ilyesmi előfordul. Hogy a halászok szoktak. Előfordulnak viták odakint, Mr. George? Lefogadhatja, válaszolta Leonard. Ha egy fickó elparafázza a elparafázza szakította félben ez. Elmagyarázná nekünk röviden, mit jelent ez? Leonard George elmondása szerint az ereszőhálót úgy tervezték, hogy alja és teteje van, a háló alját ólomkötélnek hívják, mert ólom darabokat kötnek rá, hogy lesüllyedjen, míg a felső résznek parafa kötél a neve, a lebegő parafa tartja a felszínen, így távolból az ereszőháló egy parafasornak látszik, amely hajó tatjától indul, a másik végén pedig a csalogató lámpa van. Amikor valaki a halak útjában a másik elé veti ki a saját hálóját, akkor elparafázza, ellopja a halakat, amelyek az ő hálójába jutnak, mielőtt elérnék a másik halászt. Ebből baj szokott lenni, magyarázza Leonard, az embernek föl kell szednie a hálóját, el kell hajózni a másik mellett, és kivetni valahol följebb a halak útjába, mely esetben a másik fickó dönthet úgy, hogy ő is ugrik egyet, és mindketten kénytelenek pocsékolni a halfogó időt. Ebben az egészben hangsúlyozta Leonard az a lényeg, hogy senki nem száll át a másik hajójából. Ez nem szokás, ő még sohasem hallott e félét. Az ember marad magának, ha csak nincs vészhelyzet, amikor szüksége lehet a másik segítségére. Alvin Hooks, Viktor Meppels föltörzsörmester szólította, amikor befejeződött a délelőtti szünet. Meppels föltörzsörmester zöld egyenruháját viselte, rajta a negyedik gyalogos hadosztály fegyvernemének jelzésével. Kitűzte a mesterrövész és a háborúban részt vett gyalogos jelvényét is. Mepülsz főtörzsőrmester zubbonyának részgombjai, galérián a fegyvernem jelzései, és a mellén a jelvények összegyűjtötték és visszaverték a tárgyalóterem gyérfényét. A főtörzsön volt vagy 15 kiló túlsúly, mégis igen disztingváltan festett egyenruhájában. A túlsúly szépen eloszlott rajta, Mepülsz erőteljes férfi volt. A karja rövid és vastag, nyaka semmi, az arc szakamaszosan pufók, a haja kurtára nyírott. Mepülsz főtörzsőrmester elmagyarázza a bíróságnak, hogy 1946 óta az Illinoisi Ford Sheridanban állomásozik, ahol a harcoló csapatok kiképzésére szakosodott. Azt megelőzően a Mississippi Camp shelby volt kiképző tisztes, mielőtt részt vett volna az olaszországi harcokban 44-ben és 45-ben. Harc közben megsebesült az Arnó mellett, a nyakába kapott egy német golyót, amely épp hogy elvétette a gerincét, ezért kitüntették a bíbor szívvel. Ott volt Livornónál, meg Lucianánál, és látta a 442-est, a Niszei, az Amerikában született japánokat hívják Niszeinek. Ezredet, amelyhez a gyanúsított is tartozott, csatában a gót vonalnál. Mepülz örmester a maga idejében sok ezer embert képezett ki kézitusára. Amint elmondta, a kézitusa volt a specialitása, foglalkozott az alapkiképzés más területeivel is, de általában módot talált arra, hogy visszatérjen ehhez. Felidézte a bíróság előtt a meglepetést, amely 1943 elején érte, amikor Kemp megkezdődött a Nisei srácokból álló 442-es kiképzése. Ezek a fiúk az internáló táborokból jöttek, azért sorozták be őket, hogy az európai hadszintérre küldjék, és Mepüz örmester emlékezete szerint közöttük volt a gyanúsított Kabuo Miyamoto is. Azért emlékezett a kezek között átment sok ezer ember között Kabuóra, mert előfordult egy különös epizód. Tíz kiképző raj állta körül a terepen mepőz föltörzset egy februári délutánon, tíz rajniszei fiú, úgy, hogy ezzel csak száz japán arc között magyarázta a szuronyhaz jellegzetességeit. Tájékoztatta újoncait, miszerint az Egyesült Államok hadseregének az a politikája, hogy vigyáz az életükre, amíg ki nem kerülnek a csatatérre, ezért a kiképzés során valódi fegyverek helyett fabotot fognak használni sisakot is kell viselni. Elkezdte bemutatni a döféseket, azután kért egy önkéntest. Ez volt az a pillanat, magyarázza a bíróságnak, amikor szembe került a gyanúsítottal. Egy fiatal ember lépett elő a katonák gyűrűjéből, és jelentkezett a főtörzsnél, kisé meghajolt, tisztelgés előtt, és azt kiáltotta, Uram! Először is korholt a mepüz, nem kell tisztelegned és uramnak szólítanod. Engem is ugyanúgy besoroztak, mint téged. Egy őrmester az nem altiszt vagy őrnagy. Másodszor ebben a hadseregben senki nem hajlunk a másik előtt. Tele van olyan tisztekkel, akik elvárják a tisztelgést, na de a meghajlást, az nem katonás. Nem illik egy amerikai katonához. Nem szokás. Mepülsz Föltörz adott egy fabotot Miamotónak, és odalökött neki egy gyakorlós Volt valami agresszivitás abban, ahogy a fiú beszélt, és ezt Mepülsz is kihallotta a hangjából. Hírből már ismerte ezt a különös fiatalembert, akit minden ízében hozzáértő, igen buzgó, ölni kész harcosnak tartottak az alapkiképzésen. Mepülsz már sok olyan fiatalt látott, aki így érkezett, és sohasem ájult el a hetvenkedésüktől, ritkán fordult elő, hogy imponáltak neki, vagy hogy hajlandó volt egyenrangúként kezelni őket. A harcban az ellenséged nem marad állva, mondta most a fiú szemébe nézve. Egy dolog, amikor bábúval vagy zsákkal küzdesz, más, amikor kiképzett emberi lényjel csapsz össze, akivel szemben életfontosságú a pontos mozdulat. Ebben az esetben mondta a köré gyűlt regrutáknak, ami önkéntesünk módot keres majd, hogy elkerülje az álszuroj döfését a mai délutánon. Igen, uram, mondta Kabuomiamoto. Nincs többé, uram, válaszolta a Mepüsz Ez volt az utolsó alkalom. Kifejtette a bíróságnak, mennyire meglepődött, elképett, amikor rájött, hogy nem tudja eltalálni a gyanúsítottat. Kabuo Miyamoto alig mozzult, mégis kikerült minden döfést. A száz niszei újonc némán figyelt, nem adták jelét, hogy bármelyiküknek szurkolnának. Mepülsz addig forgatta a botját, amíg Kabuo Miyamoto ki nem verte a kezéből. Bocsásson meg, mondta a fiú. Letérdelt, fölvette a botot, átadta a főtörzsnek. Ismét meghajolt semmi szükség hajlongásra, ismételte Mepüz. Már mondtam. Megszokásból csinálom, magyarázza a motó. Hozzászoktam, hogy meghajlok, ha küzdök valakivel. Azután hirtelen magasba emelte a fabotot, a szemébe nézett Mepüz föltörzsnek és elmosolyodott. Mepüz belenyugodott az elkerülhetetlenbe, és megküzdött a gyanúsítottal aznap délután. A küzdelem három másodpercig tartott. A főtörzs az első csapástól elterült, azután érezte, hogy a bot hegye odaszögezi a fejét a földhöz, majd visszahúzódik és a lehajolt és fölsegítette. Bocsásson meg, főtörzsőrmester, mondta aztán. A botja. Odaadta neki. Mepőz föltörs kihasználta az alkalmat, hogy szakértőtől tanulhatja a kendót. Ő nem ostoba, mondta ezt magáról minden irónia nélkül a bíróság előtt, így hát, amit lehetett, megtanult Miyamoto-tól, beleértve a meghajlás fontosságát. Idővel mesterré vált, és a háború utána hadsereg különleges alakulatainak tanította a kendó technikákat Ford Sheridanban. Mepőz főtörzsörmester a régi Japán-Bodhaz szakértőjeként biztosan elmondhatta, hogy a gyanúsított egy halássákjával saját magánál sokkal nagyobb embert is képes megölni. Tény, hogy kevés ismerőse tudná megvédeni magát kabú Miyamoto támadásával szemben, olyan embernek pedig, akit nem képeztek ki a kendó harcra, végképp édes kevés esélye lenne rá. Mepőz föltörzs véleménye szerint Miyamoto nem csak szakértője a botharcnak, de kész rá, hogy erőszakot alkalmazzon a másik emberrel szemben. A kartotékja szerint kiváló katona lett belőle. Nem, Viktor Mepőz föltörzsőrmester egyáltalán nem lepődne meg, ha azt hallaná, hogy Kabó Miyamoto megölt egy embert csákjával. A legnagyobb mértékben képes egy ilyen tetre. 20. Susan Mary Heine csak nem három hónapja volt özvegy, mire Kabuo Miyamoto pere megkezdődött, de még nem szokott hozzá ehhez az állapothoz. Hosszú órák teltek el, különösen éjszaka, amikor nem tudott másra gondolni, mint Karlra, és arra a tényre, hogy eltűnt az életéből. Gyászosan vonzó hatást keltett, ahogy egyik oldalról nővérétől, másikról anyjától fogva tetőtől talpig feketében, szemét zsenília pöttyös fátyol mögé rejtve ült a nézők között. Szőke, szánalomra méltó hatatlanság vette körül, amitől a riporterek feléje fordultak, és azt a lehetőséget latolgatták, hogyan váthatnának szót vele bizalmasan a hivatás álcájában. A fiatal özvegy befonta és a kalapja alá tűzte sűrű haját, feltárva a zsúfolt tárgyalóteremnek alabásról nyakát, amelyet Artmoran oly sokszor megcsodált, amikor Susan méri kávét töltött neki a templom fogadó szobájában. Nyaka, hajfonatai, ölében dekoratívan összekulcsolt fehér keze, éles ellentétet alkottak fekete gyászruhájával, és egy szerény fiatal német bárónő légkörét teremtették Szuzan méri köré, aki talán éppen most veszítette el a férjét, de ettől sem felejtette el, hogyan kell öltözködni, még akkor sem, ha az öltözködésével gyászát akarja jelezni. Márpedig Szuzan méri mindenek előtt a gyászt testesítette meg. Régi ismerősei úgy találták, hogy még az arca is megváltozott. A felületesek ezt annak a ténynek tulajdonították, hogy Karl halála óta nem evett egy jót, árnyak jelentek meg a járom alatt, mások viszont mélyebb lelki változást tapasztaltak. A First Hilli evangélikus templom lelki pásztora négy egymást követő vasárnap kérte egy ülekezetét, ne csupán Karl helyne lelkért imádkozzanak, hanem azért is, hogy Susan Méri idővel szabaduljon meg a gyásztól. Ettől a célkütűzéstől vezettetve a templom női segédcsapatai egy teljes hónapon át ellátták Szuzan Mérit és gyermekeit meleg vacsorával, míg Einer petezzen gondoskodott róla, hogy házhoz szállítsa neki az élelmiszert. A sziget az étellel fejezte ki együttérzését Szuzan Méri özvegységével. Alvin Hux az ügyész tisztában volt Szuzan Méri értékeivel. Szólította a tanúk padjába a megyei seriffet, az orvos szakértőt, a meggyilkolt ember anyját és a meggörbült svédet, akitől a meggyilkolt vissza akarta vásárolni apjának egykori birtokát. Utánuk kihallgatott egy sor másodlagos tanút, Sterling Whitman-t, Dale middleton -t, Van t Leonard George-ot, Victor Maples földtörzsörmestert, és a tárgyalást most a meggyilkolt özvegyével szándékozott befejezni, az asszonynal, aki pusztán azzal rengeteget segített, hogy ott ült a nézők között, ahol az esküdtek láthatták. Különösen a férfiak nem szeretnék majd elárulni egy ilyen asszonyt azzal, hogy a végén a vádlott ártatlanságát mondják ki. Susan méri nem annyira a mondani valójával, mint a létezésével fogja rábeszélni őket. Szeptember 9-én, csütörtök délután, Kabuó motó megállt a küszöbén és megkérdezte az asszonyt, beszélhetne-e a férjével. Az a fajta felhőtlen nap volt, amilyen San Piedrón ritkán látni szeptemberben, bár az idén sorozatban voltak ilyenek, rekkenően forró, de a tenger felől fúvó szél borzolta az égerfák leveleit, néhányat el is indított a föld felé. Az egyik pillanatban csönd volt, a másikban széltámadt a víz felől, magával hozva a só és a tengeri növények szagát, a levelek zúgása olyan hangos lett, mint a parton megtörő hullámoké. Egy széllökés belekapaszkodott a verandán álló kabó a Miyamoto ingébe, úgy, hogy a gallér egy pillanatra a nyakát súrolta, a vállat pedig levegővel telve kidagadtak. Azután a szél elült, az ing levappadt, Susan Méri pedig megkérte a jövevényt, fáradjon be, üljön le a nappaliban, megy, mondta, megkeresi a férjét. A japán férfi azon a délutánon, mintha nem tudta volna eldönteni, belépjene a házba. Itt is várhatok a verandán, Mrs. Heine, mondta. Szép napunk van, várhatok idekint is. Ugyan már, Válaszolta az asszony, azzal félreállt az ajtóból, és a nappali felé intett. Szépen bejön, és kényelembe helyezzi magát. Minek állna a napon? Ide bent kellemes hűvös van. A férfi ránézett, hunyorgott, de csak egy lépést tett. Köszönöm, mondta. Igazán szép ház. Karlépítette, felelte Susan Méri. Jöjjön már be, kérem! Foglaljon helyet! A japán férfi elment mellette, balra fordult és lekuporodott a dívány szélére. A háta egyenes volt, a modora kimért, mintha azt hitte volna, hogy sértést lenne kényelembe helyezni magát. Összekulcsolta az ujjait olyan megfontoltsággal, amely Susan méri felfogása szerint a stilizáltságot súrolta, és vigyáz ülésben várt. Megkeresem Karl, mondta. Csak egy perc. Nagyon jó, válaszolta a japán férfi. Köszönöm. Susan Méri ott hagyta. Karl és a fiúk a málnát ritkították, ott találta őket a déli lugasnál. Karl lemetszette az öreg veszőket, a fiúk rátették a talicskára. Az asszony megállt a sor végén, és oda kiáltott. Kár, Keresnek! Kabó, mi a motó az? Várnád? Valamennyien feléje fordultak a félmesztelen fiúk, akik apróknak látszottak a málnafal előtt, és a rőszakálú óriás, a megrogyasztott térdű Karl késsel a kezében. Összecsukta a kést, belecsúsztatta az övén viselt tokba. Hol? kérdezte. Kabó? A nappaliban! Vár rád! Mondd meg neki, hogy megyek, felelte Karl. Felkapta a fiúkat, és beültette őket a talicskába a levágott ágak tetejébe. Vigyázzatok a tüskékre, figyelmeztette őket. Indulunk! Susan Méri visszament a házba, közölte a japán férfival, hogy a férje hamarosan itt lesz, odakint dolgozott a málnásban. Megkínálhatom egy kávéval? Tette hozzá. Nem, köszönöm, felelte Kaubó Miyamoto. Nem fáradtság, nógatta az asszony. Igyék már egy kicsit. Nagyon kedves öntől, mondta a férfi. Igazán figyelmes. Akkor hozhatok? kérdezte Susan Méri. Karlal úgyis most akartunk inni. Nos, rendben, válaszolta Kabuó. Köszönöm, kérek, nagyon köszönöm. Még mindig pontosan ugyanabban a tartásban ült a kopott dívány szélén, ahogy az asszony néhány perce ott hagyta. Susan Méri nyugtalanítónak találta ezt a mozdulatlanságot, és már éppen javasolni akarta, hogy dőljön hátra kényelmesen, érezze magát otthon, amikor kár belépett az ajtón. Kabó Miamotó fölállt. Hello! szólalt meg Karl! Kabó! Karl! bólintott a japán férfi. Oda léptek egymáshoz, kezet fogtak. Susan méri izzadságfoltos trikót viselő, hatalmas vállú, vaskos melkasú, szakállas férje arasznyival magasodott a látogató fölé. Mit szólnál, ha kimennénk? javasolta. Például körüljárnánk a birtokot, csak hogy kint legyünk a levegőn. Ez jól hangzik, felelte Kabuó motó. Remélem, megfelelő az idő, tette hozzá. Kar megfordult, ránézett a feleségére. Kimegyünk Kabuóval, szólt oda neki. Nem sokára jövünk, járunk egyet. Jól van, biccentett az asszony. Oda teszem a kávét! Amikor a férfiak elmentek, Susan Méri fölsietett az emeletre, hogy megnézze a kicsit. A bölcső fölé hajolt, beszívta a kislány meleg lélegzetét, hozzádörgölte az orrát a baba arcához. Az ablakból láthatta a fiait az udvaron, a fejük búbját, ahogy ültek a fűben a felfordított talicska mellett. Csomókat kötöttek a levágott málna vesszőkre. Susan Méri tudta, hogy Kár beszélt Ole Jurgenzennel, és letette az előleget Ole birtokára. Tudta, mit érez Kár a régi ház iránt a sziget közepén, ismerte szenvedélyét az eper termesztés iránt. Ő mégsem akarta ott hagyni a műrán Ródi házat bronzos fényeivel, lakkozott fenyőlambériájával, az emeleti szobák csupasz gerendáival, a kilátással a málna veszők fölött a tengerre. A végignézett a baba ablakából a földeken, még világosabb lett benne, hogy nem akar innen elköltözni. Egy takarmánytermelő termelő és zsindejvágó parasztlányaként nőtt fel, olyan házban, ahol soha sem volt elég a pénz, ő is ezzel számra vágta a zsindejt a cédus tönkre görnyedve, zsindejvágó késsel és fakalapáccsal, miközben szőke haja a szemébe lógott. Középső volt három lány közül, és még emlékezett a télre, amikor a húga meghalt tüdőbajban, az indiánk nap hillen temették el a temető evangélikus parcellájában. A föld annyira megfagyott, hogy az emberek csak nehezen tudták megásni ellen sírját. A decemberi délelőtt nagyobbik része ezzel telt el. Azért ismerkedett meg Karl helynével, mert meg akart ismerkedni vele. San Piedrón, ha egy nő úgy nézett ki, mint ő, el tudott intézni ilyesmit, ha a megfelelő ártatlansággal látott hozzá. Húsz éves volt, és a Larzenféle gyógyszertárban szolgált ki egy tölgyfa mögött. Egy szombat este, fél tizenkettőkor egy dombon át a Veszpot zsenzeni táncpavilon fölött egy szédrusfa ágai alatt, miközben karkezebe bújt a blúza alá, és halász ujjaival a mellét simogatta. Az erdőben lampionok világítottak, a fák között, messze lent, ki lehetett venni az öbölben horgonyzó sétahajók lámpáit. Néhánynak a fénye odáig ért, ahol álltak, így a férfi arcát is láthatta. Harmadjára voltak táncolni. Susan Méri mostanra határozottan érezte, hogy tetszik neki ez a nagy, viharvert, elnyűhetetlen arc. A tenyerébe fogta Karl arszát, és kisé távolabbról szemügyre vette. Szigeti fiú arca volt, mégis titokzatos. Végül is megjárta a háborút. Karl anyakát kezdte csókolgatni, ezért Susan Mérinek hátra kellett vetnie a fejét, hogy a férfi elférjen a vörös szakállával. Fölnézett a cédus ágai közé, beszívta a fa illatát, miközben a férfi szája áthaladt a kulcsontjain és lesiklott a melle között tirésbe. Susan Méri hagyta. Világosan emlékezett arra, ahogyan hagyta, és ez nem beletörődés volt, mint a két másik fiúnál, az egyiknél a gimnázium utolsó évében, a másiknál tavaly nyáron, hevesen, mélységesen kívánta ezt a szakállas halászt, aki járt a háborúban, és ha a lány nagyon nógatta, alkalmanként hajlandó volt minden túlzás nélkül mesélni róla. Ujjaival megszirógatta a férfi fejebúbját, a szakál furcsán súrolta a mellét. – Karl! – suttogta, de nem folytatta, nem tudta, miféle szavakat mondhatna még. Egy idő után a férfi megállt, neki nyomta a kezét a lány mögött a cédrus kérgének, Két izmos karja közé fogva Szuzan méri fejét. Közelről nézte, olyan meghitt komolysággal, amely egyáltalán nem feszélyezte ezt a komor férfit, azután a lány fülemögés simított egy szőke hajtincset. Megcsókolta, majd még mindig a szemébe nézve kigombolta a blúza két gombját, és ismét megcsókolta, így a lánya férfi és a fagyengét szorításába került. Neki a medencéjét Karlnak, amit még sohasem csinált férfival. A vágyát vallotta be, tárta föl vele, ami a lelke mélyéig meglepte. Más értelemben viszont egyáltalán nem lepte meg, hogy húsz évesen itt áll Karl szapadva egy szédrusfa alatt, a Zsenzeni tánc pavilon fölött. Végül is ő idézte elő, váltotta valóra. 17 évesen rájött, hogy saját viselkedésével meg tudja változtatni a férfiakét, és ez a képessége a külsején alapszik. Már nem hőkölt vissza, ha a tükörben azt látta, hogy vonzó, érett asszonyhoz illő mellett csípője fejlődött. A hőkölés gyorsan helyet adott az örömnek. Kerekdettség és sziládság volt benne, tiszta, erőteljes kerekdettség, szőke haja lepte be a vállát, a fürdőruhát viselt. Mellei csak kissé váltak el egymástól, a karját súrolták járás közben. Nagy melle volt, és miután túltette magát a miattuk érzetrestelkedésen, képes volt örülni annak, hogy a fiúk fészkelődtek tőle. Szuzan Méri mégse volt kacér. Nem árulta el, hogy tudatában van vonzerejének. Két fiúval járt kar előtt, és elvárta tőlük a tartózkodó udvariasságot. Susan méri több akart lenni két kebelnél, de ugyanakkor büszke volt rájuk. Ez a büszkeség megmaradt benne húszas évei közepéig, amikor a második gyerekét is megszülte, és többé nem volt olyan fontos számára a nemiségnek ez a legláthatóbb helye. Másmilyennek látta azóta, hogy két fiú húzogatta innyel és szájjal. Dróttal merevített kosaras melltartót viselt, hogy megemelje. Susan Méri már három hónap házasság után tudta, hogy kitűnően választott. Férje a magasúlyos, hallgatag veterán módján megbízható és gyöngéd ember volt. Éjszakánként halászott. Reggel jött haza, evett, lezuhanyozott, azután ágyba mentek. A férfi habkővel tartotta simán a bőrét, így halászlétére is élvezetesen tudta cirógatni Susan méri vállát. Mindketten folyton variálták a pózokat, mindent kipróbáltak, rolóval zárták ki a napfényt, testük mégis tisztán láthatóan mozgott a reggeli homályban. Az asszony megállapította, hogy olyan figyelmes emberhez ment férhez, akinek szeretőként a felesége öröme a célja. Úgy értelmezte Susan méri minden mozdulatát, akár a jeleket, és amikor a felesége a csúcshoz közeledett, ő visszatartotta magát, de csak annyira, hogy még vadabbá fokozza az asszony izgalmát. Akkor Susan Mérinek okvetlenül a hátára kellett fordítani a férfit, és homorított gerincsel kellett ringatózni a rajta, miközben Karl félig ülő helyzetben feszülő hasizmokkal simogatta, csókolgatta a felesége mellét. Szuzan Méri gyakran élvezett el így, amikor ő adagolta magának az izgalmakat, és ő irányította a mozgását Karl testén. Karl pedig úgy időzített, hogy akkor kezdjen elmenni, amikor a felesége. Azután ismét felizgatta, hogy Szuzan Méri még ne érezze magát kielégültnek, hanem ki erőszakolja a másodikat, amit a First Hilli Evangélikus Templom lelkipászora azért nem helyeselt és nem helytelenített volna, mivel az asszony ezt biztosra vette, fogalma sem volt róla, hogy ilyesmi lehetséges. Azután ismét evett és kiment dolgozni a földre. Boldog volt, amikor felesége közölte vele, hogy állapotos nem hagyta abba a szeretkezést, amíg az asszony meg nem kérte rá a kilencedik hónap elején. Valamikor az első fiúk születése után vásárolta meg Karl a saját hajóját. Susan méri örült, hogy a férfi róla nevezte el. Fölszállt rá a babával, kifutottak az öbölből, és addig mentek nyugati irányban, amíg a sziget nem volt egyéb vékony fekete vonalnál a látó határon. Az asszony a rövid pricsen ülve szoptatta a kisfiút, miközben Karl a kormánynál állt. Susan méri nézze a férje tarkóját, kurta, kócos haját, hátának és vállának vastag izmait. Megettek egy doboz szardiniát, két körtét, egy csomag mogyorót. A kicsi a pricsen aludt, az anyja egy raklapon állva a hajót kormányozta, miközben a mögötte álló Karl a hátát és a vállát masszírozta, majd áttért a fenekére. Susan méri szorosabban markolta a kormánykereket, amikor a férfi fölemelte a szoknyáját, és félrehúzta a bugyját az útból, majd rágörnyedt a kormánykerékre, hátra nyújtott kezét felalácsúsztatta a férje csípőjén, és lehúny szemmel ringatódzott. Ilyesmikre emlékezett Susan méri. Megítélése szerint a nemi élet volt a házasságuk szíve. Mindent áthatott kettejük között, ami néha aggasztotta az asszonyt. Ha ez elromlik, akkor minden elromlik? Egyszer majd, amikor idősebbek és kevésbé szenvedélyesek lesznek, amikor megkopik és ízét veszi a vágy, akkor mi lesz velük? Még csak gondolni sem mert rá, nem akart azon rágódni, hogy egy nap talán nem marad más, mint a férfi hallgatása és az a megszállottság, amelyen minden munkát csinált, a hajóján, a házukban, a kertben. Látta, hogy férje és Kabuomi Miyamoto a telek szélén járkál. Azután felmentek egy buckára, és eltűntek szem elől, így tehát Susan méri lehajolt, megsimogatta a kicsi haját, ami olyan gyönyörű érzés volt a kezének, majd megint lement. Húsz perc múlva Karl egyedül jött vissza, pólót váltott, és homlokát a tenyerébe támasztva gunyaszott az előső verandán. Susan méri ki jött, mindkét kezében egy-egy csésze kávéval, és leült a férje jobbjára. – Mit akart? – kérdezte. – Semmit – felelte Karl. – Volt egy kis megbeszélnivalónk. Nem sok, nem ügy. Susan Méri odaadta neki a csészéjét. Vigyázz, forró! mondta. Vigyázok! Bólintott Karl. Kösz! Neki is csináltam. Azt hittem, marad egy darabig. Nem érdekes. Legyintett Karl. Hosszú történet ez. Susan Méri kinyújtotta a karját, átölelte a férfit. Mi a baj? Nem is tudom. Sóhajtott Karl. Ole földjéből akar hét hektárt. Azt akarja, engedjen meg Olének, hogy neki adja el. Vagy adjam el neki én. Vagyis álljak félre az útjából. Hét hektárt? Ami valamikor a családjáé volt. Azt kéri vissza. Ez az, amiről az anyám beszél. Az, mondta Susan Méri. Már akkor éreztem, amikor beállított. Az! Ismételte komoran. Karl semmit sem szólt. Ez jellemző volt rá, hogy az ilyen pillanatokban nem igen beszél. Nem szeretett magyarázkodni, gondolatait fejtegetni. Susan méri érezte, a férjének van egy része, amelyhez ő nem férhet hozzá. A háborús élményeknek tulajdonította, legtöbbször ráhagyta az ilyen csöndeket. De néha bosszantotta a dolog. – Mit mondtál neki? – kérdezte. – Dősen ment el, Karl? Karl letette a kávéját és a térdére könyökölt. – Anya vajába! – felelte. – Mit mondhattam neki? Az anyámra is tekintettel kell lennem, tudod, milyen, és az üzletet is meg kell fontolnom. Ha visszaadom neki, vállat vont, egy pillanatra boldogtalannak tűnt. Az asszony látta a szarkalábakat, amelyeket a tengeri szél a kék szeme sarkába. Mondtam neki, hogy gondolkoznom kell a dolgon, meg kell beszélnem veled. Mondtam neki, mennyire haragudott rá anyám a csúnya nézések meg a gonosz arc miatt. Amikor ezt említettem, megfagyott. Nagyon udvarias volt, de jég hideg. Rám nem nézett volna többé. Nem jött vissza a házba kávézni. Nem is tudom, azt hiszem az én hibám. Azt hiszem, pocsékba ment a kapcsolatunk. Már nem tudok beszélgetni vele, Susan. Én csak nem tudom, hogyan legyen. Nem tudtam, mit mondjak neki. Elhallgatott. Az asszony fölismerte a pillanatot, fontolóra vette, és lakatot tett a szájára. Sohasem látta egészen tisztán, hogy Karl és Kabuó barátok-e vagy ellenségek. Ez volt az első eset, amikor együtt látta őket, és úgy tűnt, ez volt a benyomása, maradt bennük valamilyen érzés egymás iránt, legalábbis az emlékét őrzik még a barátságnak de ezt igazán nem lehetett megállapítani. Az is lehet, hogy szívélyességük, kézrázásuk mere formalitás és közben gyűlölik egymást. Azt minden esetre tudta, hogy anyósa utálja a Miyamoto családot, néha szóba hozza őket a vasárnapi ebédnél, és abba se akarta hagyni a megszállott kerepelést. Ilyenkor kar általában hallgatott vagy lagymatagon helyeselt, Azután másra terelte a beszélgetést. Susan Méri megszokta, hogy ez szabutéma, amiről Karl nem szívesen beszél. Megszokta, de fájt neki, szerette volna tisztázni most rögtön, ahogy itt ültek a verandán. Föltámadt a szél, cibálta az éger fák csúcsát, az asszony érezte benne az őszi furcsa melegséget. Karl többször mondta, épp a minap is, hogy a háború óta nem tud beszélni. Még a régi barátaival sem. Magányos ember lett Karlból, jobban értette a földet és a munkát, a hajót és a tengert, a tulajdon kezét, mint a száját és a szívét. Susan Méri sajnálta érte. Gyengéden súrolgatta a vállát, és türelmesen várakozott mellette. A fenébe! Szólalt meg egy idő múlva Karl. Gondolom, felőled az egészet is odaadhatnám neki, tegyen, amit akar. Úgy sejtem, te semmiképpen sem akarsz oda költözni. Olyan szép itt, válaszolta Susan Méri. Csak néz körül egy pillanatra, Karl. Ott néz körül, mondta a férfi. Azon a 65 hektáron, Susan. Az asszony megértette. Karl olyan ember, akinek nagy térre, tágasságra van szüksége az élethez. Ott nőtt föl, és a tenger a mérete ellenére sem pótolta a zöld mezőket. Karlnak kellett a hely, sokkal nagyobb hely, mint amennyit a hajója kínálhat, és hogy végre túl magát a háborún, a süllyedő kantonon és a szemelátára vízbe fúló embereken, ahhoz végleg ott kellett hagynia a hajóját, hogy epret termeljen, akár az apja. Susan Méri tudta, hogy ez az egyetlen mód, amitől a férjének végre megjön a szava, végső soron ezért lelte meg benne az elhatározást, hogy követi Izland szenterbe. Tegyük föl, eladod neki azt a hét hektárt? Szólalt meg. Mi a legrosszabb, amit az anyád tehet? Karl hevesen rászta a fejét. Anyámnak nem ez a lényeg, válaszolta. Sokkal inkább az, hogy kabuó, japcsi. Én nem gyűlölöm őket, bár nem is szeretem. Nehéz ezt elmagyarázni, de akkor is japcsi. Ő nem japcsi, felelte Susan Méri. Ezt nem gondolod komolyan, Karl? Hallottam, amikor szépeket mondtál róla. Barátok voltatok. Voltunk, bólintott Karl. Igen, régen. Még a háború előtt. De most már nem kedvelem. Nem tetszik, ahogy viselkedett, amikor azt mondtam neki, hogy átgondolom a dolgot. Mintha azt várta volna, hogy tálcán nyújtom át neki azt a hét hektárt, mintha tartoznék neki, vagy... Ekkor gyereksivítás hallatszott a ház mögül, nem veszekedés vagy a harag, hanem a fájdalom sírása, és Karl már rohant is, mielőtt Susan Mary egyáltalán fölállhatott volna. Idősebb fiúk egy lépőkövön hasalt, mindkét kezével a bal lábát szorongatta, amelyet felhasított a mellette heverő, felfordított talicska egyik lábának éles széle. Susan mellét mellé térdelt, megcsókolta az arcát, magához szorította a vérző lábú gyereket. Emlékezett rá, milyen gyengéden nézte Karl a sebet, egészen átalakult, nem volt már háborús veterán. Elvitték a fiút doktor Vélihez, azután Karl elment halászni. Többé nem beszéltek Kabuó miamotóról, Susan Méri hamarosan belátta, neki tilos ez a téma. Egész házasságuk során tilos volt felnyitnia és megnéznie férje sebeit, ha csak nem maga Karl kérte erre. Karl halála után megértette, hogy házasságuk mindenek előtt és mindvégig a szexen alapult, egészen addig a napig, amikor kár eltűnt az életéből. Aznap reggel, amikor a gyerekek még aludtak, becsukták a fürdőszoba ajtaját, ráfordították a kulcsot, kibújtak a ruhájukból. Karl lezuhanyozott, Susan Méri pedig akkor csatlakozott hozzá, amikor a halbűz már lefolyt a csatornába. Megmosta a férfi vastag hímveszőjét, és érezte, hogy megmerevedik a kezében. Átkarolta a férfi nyakát, lábával átkulcsolta a derekát. Karl fölemelte erős kezével, marokra fogta az asszony lábikráit, arcát odaszorította Susan méri melléhez, és nyalni kezdte. Így mozogtak a kádban állva, miközben csurgott róluk a víz, Susan méri szőke haja az alszába csapzott, két kézzel markolta a férje fejét. Később lemosták egymást ráérősen, barátságosan, ahogy házasoknál szokás, azután kar lefeküdt és délutánig aludt. Kettőkor ebédelt, rántottát és csicsókát, körtebe főttet, egy karéló heremézzel megkent kenyeret, és kiment, hogy lecserélje az olajat a traktorban. Felesége a konyha látta, ahogy összeszedi a szélleverte almákat egy vászonzsákba. Háromnegyed négykor visszajött a házba, köszönt a gyerekeknek, akik a verandán ülve almalét ittak, Graham kekszet ropogtattak és kavicsokkal gurigáztak. Bejött a konyhába, átnyalábólta a feleségét, megmondta, hogy korán jön haza másnap, ha csak nem lesz rendkívüli haljárás, Reményei szerint hajnali négyre itt lesz. Azután elment az emiti harbori dogba, és Susan Méri sohasem látta többé.